oldalára borult egy busz a 62-es főúton Dunaújváros közelében. A munkásokat szállító buszon a baleset idején 20-an utaztak, közülük több mint 10 megsérültek, de mindenki a saját lábán ki tudott szállni a járműből. A sérülteket a Dunaújvárosi és a Székesfehérvári kórházba szállították a mentők. A helyszínelés és a műszaki mentés idejére a rendőrök a főutat teljes szélességében lezárták. Egy munkásokat szállító autóbusz közlekedett Dunaújváros irányából Székesfehérvár felé a 62-es számú főúton kora reggel. Haladása során eddig ismeretlen okból letért az útról, és az oldalára borult. A baleset következtében több mint 10 személy sérült meg,